Köszöntöm Önöket, a Szombathelyi Televízió kulturális magazin műsorát látják. Mai műsorunk elején hamarosan egy felhívást teszünk közzé, képzőművészeti alkotópályázatra hívjuk fel az Önök figyelmét. Aztán szó lesz majd arról, hogy mit láttunk a Herényi alkotótáborban. Bemutatjuk Önöknek az év ásványát, illetve az év ősmaradványát, és beszámolunk arról a kiállításról is, aminek a keretében tulajdonképpen tárlókká váltak a főtéri üzletek kirakatai, amelyekben képzőművészeti alkotásokat láthattak az érdeklődők. De mielőtt ezeket megmutatjuk, ahogy ígértem, tehát a pályázati felhívás. Vendégem a stúdióban Szalainé Bodor Edita, Berzsenyi Dániel könyvtár igazgatóhelyettese és Boros Ferenc könyvtáros, akik a Másképp című pályázatot fogják az Önök figyelmébe ajánlani. Azt mondtam, képzőművészeti, de tulajdonképpen fotó- és filmművészeti elsősorban ez a pályázat. Edit, miért született meg ennek a pályázatnak a gondolata, nem az első már, amit most közzétesztek? Nem, ez a 2020-as, ez már a harmadik kiírásunk. 2016-ban indult maga a pályázat, ez egy hagyományteremtő szándékkal indult. Egyébként meglehetősen fura, vagy hát kicsit vicces is a története, ugyanis a kollégáknak mindig le kell adni, a könyvtárban dolgozó kollégáknak évelején egy munkatervet. És a Feri egy filmes pályázatot nyújtott be, helytörténeti filmes, én meg egy fotóst. Úgyhogy 2016-ban úgy gondoltuk, hogy mi kooperálunk, és akkor legyen ez egy filmes fotós pályázat. A Másképp nevet pedig azért viseli, mert szerettük volna a diákokat arra ösztönözni, hogy először a megyeszékhelyet, mert ugye 2016-ban csak Szombathelyre koncentráltunk, a megyeszékhelyet mutassák be úgy, ahogy más nem láthatja, a saját egyéniségükön, személyiségükön keresztül mutassák be a kedvenc zugaikat, az általuk kedvelt helyeket, vagy akár a nem kedvelt helyeket, tehát itt pozitív-negatív kritikát is meg lehet fogalmazni fotó, illetve film által. 18-ban pedig kibővítettük Vas megyére, és szép számmal érkeztek be pályázatok onnan is. Tehát Vas megyei településekről. Miért fontos ez a fajta lehetőség a diákok számára tulajdonképpen, amit kínál a könyvtár, mert hogy talán inspirálja is őket a munkára? Így van, én azt gondolom, hogy főleg általános iskolás, középiskolás korosztály az, akinek ez a pályázat szól, de egészen az egyetemi hallgatókig fogadunk be filmeket, illetve fotókat. Én azt gondolom, hogy itt igazán meg tudják mutatni az egyéniségüket, a technikai tudásukat, hogyha esetleg mondjuk olyan fotó vagy film érkezik, vagy az egyéni látásmódjukat, tehát magukat tudják kifejezni a fotók és a filmek által, és ezért kedvelik annyira ezt a pályázatot. És mi az, amit ők megmutatnak? Tehát valóban születnek olyan alkotások, hogy mondjuk rendhagyó módon ismerünk meg olyat, amit amúgy mindenki jártában, keltében lát, vagy bukkannak elő rejtett értékek is a gyerekek alkotásain? Igen, maga az egyéni, vagy a látásmód is egyéni, hiszen érkezett be éppen azt hiszem a 2018-ban egy olyan film, amikor egy kislány a csizmáját mindig összeütve, hogy mondjam így, került helyről helyre itt Szombathely belvárosában, és mutatta be Szombathelynek a látnivalóit. Tehát itt maga azt gondolom, hogy az általános iskolás karakter van ebben az egészben benne, ahogy ők a világot látják, tehát egy kicsit ilyen meseszerűvé téve ezt az egész pályázatos filmet. De én azt gondolom, hogy vannak, amikor inkább a rozsdafoltokra hívják fel a figyelmet. Én meg azt gondolom, hogy fontos a véleménynyilvánítás. Tehát őnekik is meg kell adni azt a lehetőséget, hogy véleményt mondhassanak a város bizonyos helyéről, ami mondjuk nekik nem tetszik. Tehát, hogy az legyen esetleg átalakítva. Mert azért itt ebben a korban még romantikusnak is láthatjuk ezeket a bizonyos rozsdaövezeteket, ha úgy tetszik, tehát egy olyan vonzó helyszínként, ahol mondjuk extra fotókat lehet készíteni. Igen, igen, ez is benne van, ez is benne van. Feri, te hogy látod ezt? Szerintem nagyon fontos kiemelni azt is, hogy kicsit csatlakozok az Edithez, hogy ugye általános iskolások, középiskolások, egyetemisták és felsőoktatásban hallgató diákoknak írjuk ki a pályázatokat, vagy ezt a pályázatot, de emellett ez egy esélyegyelősségi pályázat is, hiszen nagyon sok fogyatékkal élő alkotó is küldött be akár filmet, vagy pedig fotót. Igen, mert hogy ez egy örömteli tendencia, bocsáss meg, hogy szabadba vágok, hogy az ő fejlesztésüknek ma már szinte szerves része az, hogy akár
filmekkel, fotókkal is megmutathassák, hogy tulajdonképpen nekik is van tehetségük, nekik is van egyéni látás, mondjuk, ha úgy tetszik, és a technika segítségével ezt meg is tudják mutatni. Lehet, hogy festeni nem tudnak, mert éppen valami olyan jellegű fogyatékossággal élnek, de mondjuk egy objektívbe belenézve megnyomni a REC gombot, vagy elkattintani a fényképezőgépnek az indítóját, az már mindjárt egy önkifejezési forma. Így van, tehát szerintem ez is nagyon-nagyon fontos, illetve hát, hogyha most csak a fotókat nézzük, alapból nem is tudjuk megmondani, hogy épp vagy fogyatékkal élő diák van mondjuk, vagy diák készítette ezt az adott pályamunkát, és hát tényleg néha olyan apró kis részletekre bukkanunk a fotókon vagy filmeken keresztül. Tehát ugye sokszor, hogy megyünk, fogjuk a telefont, lehet, hogy lefényképezzük azt az adott településrészt, vagy akár épületet, de sokszor a fiatalok lehet, hogy csak egy apró kis részletet, akár egy falfestményt, vagy akár egy kis szobrot, vagy akár egy szobornak egy részletét, vagy akár a múzeumfaluban ilyen kis apró minimalista részeket emelnek ki, amire érdemes odafigyelni, amire lehet, hogy nap mint nap elmegyünk mellette, de nem figyelünk ezekre az apró részletekre. Igen, mert mondjuk, ha a várost járjuk, és egy picivel feljebb nézünk, igen, mint ami a horizont, hát egészen csodálatos dolgokat lehet látni mondjuk a házaknak a homlokzatán. Így van, akár föl, vagy akár le. Akár lehet, igen, ott is nagyon sok olyan dolog van, amire érdemes. Meg hát tényleg azért is másképp, mert mindig azt szoktuk mondani, meg a felhívásból is, hogy kicsit látlassuk ezeket a településeket máshogyan. Hiszen a fényképezőgépet is, hogyha már lefekszünk a fűbe, már másfajta perspektívát tudunk adni egy adott tárgyról, vagy egy adott dologról, vagy egy kicsit megdöntjük a kamerát, vagy bármi. Egyfajta látásmódot adunk. Úgyhogy tényleg szakértő zsűri fogja ezeket az alkotásokat majd elbírálni, és hát sokszor tényleg nézik a technikát is, nézik a látásmódot is, nézik a gondolatvilágot is, mert sokszor beérkeznek olyan pályamunkák, akár filmek vagy fotók, amiben mögöttes tartalom is van. Tehát filmnél is nem csak egy etüdöt kell elképzelni, hanem ahogy az Edith is említette, sokszor ilyen kis játékfilmes elemekkel tarkított történeten keresztül mutatják be egy településnek, vagy akár Szombathely egy adott részleteinek az épületeit, vagy helységét. Tehát érdemes ezeket a filmeket. Ma már a digitália a gyerekeknek, tehát akár a filmes kamera, akár a fényképezőgép, az olyan, mint nem is tudom, nekünk annak idején az ecset volt, meg a, nem mondom, hogy a luttól, de ahogy a golyóstól, hogy ők már a teljes természetességgel használják ezt, amiben nekünk mondjuk bele kellett még tanulnunk, akár a mobiltelefonnal a zsebünkben és annak a fényképezési lehetőségével. Ez érződik egyébként, tehát te is, bocsáss meg, hogy így fogalmazok, a régi motorosok közé tartozol. Hát valamilyen szinten érződik, tehát én ugye még úgy tanultam akár fotózni, és hogy igen, az embernek meg volt határozva az, hogy 24 képkockád, vagy 32 képkockád van, és akkor mondjuk úgy fotóztál, vagy filmnél, még tényleg ez a VHS technika, ami adott volt. Azóta már rengeteget fejlődött a technika, és tényleg az emberek fogják magukat, és előveszik a mobiltelefont, tehát nem kell hozzá kamera vagy fényképezőgép, hiszen már egy mobiltelefonnal is olyan jó minőségű filmeket lehet készíteni, vagy fotókat. És majdnem minden fiatal kezében már ott van. A kérdés az, hogy tudja egy úgy láttatni, vagy olyan perspektívát mutatni, vagy úgy másképp bemutatni azt a fajta dolgot, amit mi várunk, mert itt kezdődik el igazából a kreativitás, hogy hát nem a technikai trüvája az, amit igen, meg kell mutatni, igen, ugye? Nem, az egyéniségét. Tehát én azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy az alkotásokon keresztül az alkotónak, a pályázónak az egyénisége mutatkozzon meg. A főteret is megkaptuk már fényképen, de a főtérő készült nagyon sok képes a fotó, tehát egy nagyon fotózott helyéről van szó a városnak. Mégis tudtak olyan képet hozni két éve, amit teljesen egyedi látásmóddal, a színvilága, ahogy lefotózták, amilyen perspektívából lefotózták, hogy díjnyertes lett ez a fotó, pedig ha úgy nézzük, egy frekventált részét ábrázolja a városnak. Mik a feltételek, kik milyen feltételekkel pályázhatnak? Igazából ugye meg van határozva az, hogy van egy fotókategória, illetve egy filmes kategória. Ezen belül két korosztály, az általános iskolásokat, illetve az értelmének sérült fogyatékkal élő diákokat vontuk össze, illetve a középiskolások, illetve a felsőoktatásban hallgatók, ők egy másik korosztály. És hát meg van határozva a nevezési feltételeket, illetve a technikai feltételeket, azokat elérhetjük a könyvtárnak a honlapján. Itt a nevezési lapot, ezt aláírva online fogjuk visszavárni. Hát fotónál 3 darab fényképet várhatunk, vagy várunk maximum, illetve 3 képből álló fotósorozatot.
Megvan tehát három, vagy három különböző, vagy három különböző témát, vagy van, egy fotósorozatot elszerkesztett képsor. Így van, ugye megvan határozva itt is a technikai feltétel, hogy minimum 5 megapixel legyen JPEG vagy PNG formátum. A fotókat egyrészt online is várjuk, másrészt pedig A4-es formátumban előhivatva vagy kinyomtatva, hiszen a fotókból nagyon-nagyon sokból kiállítás fog nyílni majd a könyvtárban. Tehát ez nem opcionális, hanem így is, és úgy is várjátok. Így van mind a kettő. Filmnél pedig meg van határozva az, hogy HD felbontás az legyen, mert tényleg már az okostelefonokban is megvan a HD felbontás. MP4-be várjuk itt a beérkezett pályamunkákat, és ezt is online várjuk. Tehát megvan adva egy e-mail cím, ez a maskep@gmail.com, és ide várjuk ezeket a filmeket is, meg a fotókat is, de csak ugye a fotókat pluszban még be kell hozni kinyomtatva. Az javatva. Említett technikai megkötéseken kívül szárnyolhat a fantázia? Teljes mértékben. Azért mondtam, hogy igazából fotónál is bármit lehet, egymás mellé lehet állítani a múltat, a most lévő jelennel, nagyon népszerű ez sokszor az online felületen. Minimalista dolgokat ki lehet emelni, dokumentumfotó, akár portrék, arcok, felújított terek, vagy tényleg rozsdafoltok, ahogy az Edith említette. Filmnél pedig ugyanúgy szárnyalhat a fantázia, lehet ez egy dokumentarista dolog, lehet ez egy etűd, vagy éppen egy kis játékfilm, ami mondjuk egy adott településen játszódik, szóval tényleg szárnyalhat a fantázia ilyen szempontból, és várjuk a pályamunkákat. Meddig? December 11-ig. December 11-ig, és akkor mi lesz a sorsa ezeknek az alkotásoknak? Miután megérkeztek, és a zsűri elbírálta, és kihirdettétek a végeredményt? Ugye lesz először tényleg az, hogy a szakmai zsűri végig fogja nézni ezeket a filmeket, illetve a fotókat. Utána lesz egy ilyen kiállítás februárban a könyvtárban, ahol nem csak a díjnyertes képeket fogjuk kitenni, hanem szerintem, ha jól emlékszem, 2 évvel ezelőtt is igen úgy volt, hogy minden alkotótól került ki tulajdonképpen fénykép a könyvtárnak a kiállító termébe, illetve a díjnyertes filmeket, azokat pedig bemutatjuk. Ott a könyvtárban egyrészt egy díjkiosztóval összevont kiállítás megnyitó lesz, és hát utána bízunk benne, hogy ezek a díjnyertes filmek akár ide hozzátok is eljöhetnek, mert eddig például minden évben. Erről is beszélhetünk, igen. Szóval Edith, miért fontos a könyvtár számára, hogy megmozgassa ilyen formán a gyerekeket? Tehát a helytörténeti vonatkozású rendezvények száma az elég jelentős, és a tartalmi minősége is elég magas a könyvtárban. Tehát azt hiszem, hogy a divatos szóval élve, vagy a fiatal szóval élve, kimaxoljátok a helytörténetet, és ez egy plusz szelete mindennek. Én azt gondolom, hogy végül is a közvetlen környezetünkről beszélünk. Tehát mindenki azt mutatja be, hogy ez a pályázat is arról szól, ahol élünk. Mindenkit ez izgat leginkább, ebbe éljük a hétköznapjainkat. Tehát én azt gondolom, és nagyon is fontos, én azt gondolom, kicsit így a lokálpatrióta szemlélettel is, hogy megismerjük azokat a részeit is, ami mondjuk nem kerül mindig reflektorfénybe, de hogy mondjuk úgy sétálunk az utcán, akkor ezeket a részleteket is észre lehet venni, és igenis fontos szerintem, hogyha itt élünk Szombathelyen vagy Vas megyében, hogy ismerjük ennek a résznek a történetét, vagy akár az épületeit, vagy a sajátos helyeit. És itt szeretném még megköszönni a két társszervezőnek, ugye a H+ Média és Kulturális Egyesület és a Szombathelyi Szépítő Egyesület mind a két alkalommal, 18-ban is támogatott minket, és ez idén is így van, tehát a kiírásban ez a három szervezet együttműködve írta ki a pályázatot. Most még egy picit a helytörténeti rendezvényeknél maradva, ugyan minden bizonytalan, de milyen más jellegű, ilyen jellegű rendezvényekre számíthatunk a közeljövőben? Számíthatunk-e? Igen. A tervünk már megvan, ugye mindent majd a vírus helyzet határoz meg. De ha optimális lesz a helyzet, és mehetünk a könyvtárba rendezvényre. Ősszel, már azt tudjuk, konkrét dátuma van, szeptember 10-én Sántos Ára érkezik hozzánk, ő régi könyves, régi nyomtatványos könyvtáros, illetve az ELTE-nek a doktorandusz hallgatója. Ő Schönwiesner Istvánnak az első város történeti monográfiáját fogja bemutatni. Ennek ugye kerül majd reprintben kiadásra kerül ez a kötet, úgyhogy aktualitása is van. Utána októberben Nemes József érkezik hozzánk, mivel hogy a Gotthárdék féle telefonos összeköttetésnek 140. évfordulója van Szombathely és Kőszeg között, ő telefontörténeti előadást fog tartani, illetve novemberben Almás László Edének van ugye szintén évfordulója, ott Bajzi és ott levéltáros fog tartani majd egy előadást, ahol kicsit megpróbáljuk bemutatni a Afrika kutatót más szemmel, vagy más szempontból,
olyan részére felhívni a figyelmet az életének, ami nem annyira ismert. Köszönöm szépen a beszélgetést, meg a tájékoztatást nektek. Köszönjük szépen. Kedves fiatalok, tehát érdemes a pályázat részletes feltételeinek utána nézni a Berzsenyi Dániel könyvtár honlapján, itt minden apró információ megtalálható majd. És amivel folytatjuk, 6. alkalommal szervezett alkotótábort a Herényi Kulturális és Sportegyesület a Hárofittal és a Szombathelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal közösen a Herényiek Házában. Roma származású és magyar művészek dolgoztak együtt egy héten át, így erősítve az egymás közötti kapcsolatot. Tarka szoknyás, pipázó asszony figyeli a porban bicikli gumival játszó gyerekeket, életkép a komlói cigánytelepről. Itt töltötte gyerekkorát Kalányos Gyöngyi, aki 45 éve örökíti meg a romák mindennapjait. Számára a festészet megnyugvás, amellyel kiadhatja magából fájdalmait, jó és rossz érzéseit. Cigány hagyomány témájú képeket szoktam festeni, ugyebár én Pécsről származom, de, vagyis ott lakom, de Komlón születtem, és tulajdonképpen Komlón a cigány telepen, amint ahogy éltünk régebben a kolóniába, tehát én azt festem meg, amit átéltem gyerekkoromban. Hiába volt szegényes a gyerekkorom, akkor is jó érzés volt, és jól éltünk, tehát szép gyerekkorom volt annak ellenére, hogy szegényes volt a mi gyerekkorunk. Mindenben volt, nem azt mondom, minden rosszban van valami jó, inkább úgy szokták mondani. 11 alkotó vett részt az idei táborban, romák és magyarok, többségük visszatérő. Itt minden évben a művészet a közös nyelv, együtt festenek, beszélgetnek, inspirálják és segítik egymást. Vári Zsolt Budapestről érkezett, először jött el Herénybe, 12 éves kora óta fest. Most leginkább a tavi rózsák izgatnak, a tavak és a táj. Azelőtt pótrikat festettem, Monet az, aki egy kicsit úgy gyerekkoromban inspirált, és sokat figyeltem azokat a tavakat, ahol tavirózsák jelennek meg, vagy fotózom is, és hát próbálom megfesteni ezeket, és akkor most ebből szeretnék egy olyan kiállítást, ahol csak tavirózsák lesznek. A tábor célja, hogy minél többen megismerjék a roma művészeket, eltűnjenek a társadalmi különbségek és az előítéletek. 4-5 éve kezdtem el újra foglalkozni a képzőművészettel, azért mondom, hogy újra, mert művészi pályára készültem, de aztán úgy hozta az élet, hogy végül latin tanár lettem, és 15 éve elteltével találtam vissza az alkotáshoz. Alapvetően festek, grafikákat készítek, és de szoktam szobrászkodni is. 3. éve vagyok most itt, és mindig nagy öröm nekem ide eljönni, mert most már így mondhatom, hogy személyes barátaim az itt alkotó művészek. Noha én nem vagyok roma alkotó, és mégis befogadtak engem, és nagyon tudjuk egymást gazdagítani, és ez is egy nagy ajándék számomra. A roma alkotók különleges tagjai a kortárs magyar képzőművészetnek, hiszen egyedi, csak rájuk jellemző témákat is megjelenítenek. Művészetük részben ösztönös, zsigeri eredetű, sokan autodidakta módon tanulják a technikákat, de egyre fontosabb a minőség és a képzettség, többen egyetemet végeztek. Olyan dolgok is megjelennek képen, ami esetleg más képzőművészen foglalkozik, nyilvánvaló, hogy ahonnan jöttünk, abból merítkezünk. Tehát, hogy van, amikor roma ikletésű, vagy akár irodalomból, vagy a történelemből, vagy akár csak egy életképet.
A művészek szabadon alkothattak, de meghatározott tematika is volt. Vasi költők versei ihlették a képeket, amelyekből a tábor utolsó napján kiállítás nyílt. A művészet összekötő kapocs. Általa olyasmit is ki tudunk fejezni, amiket szavakkal nem mindig lehet, mondta a megnyitón Horváth Soma alpolgármester. Köszöntötte a jelenlévőket Horváth Gábor, a városrész képviselője, és a tábor szervezői is szóltak néhány szót. Nagy Éva, Ferkovics József cigány művészeti misszióját és az alkotások magas minőségét, értékét méltatta. Aki megérti ezeknek a műveknek az üzenetét, aki tovább tudja vinni, hogy mi jelentik meg, akár úgy, hogy felkelti benne az érdeklődést az irodalmi mű iránt, akár úgy, hogy felkelti az érdeklődést az iránt a művészet iránt, amit az itt jelenlegű művészek képviselnek, az vigye a hírét ennek a rendezvénynek. Járt a Dimizói, hönyi járt Csillumecára. Az elkészült képek Szombathelyen maradnak. A Herényiek háza és a Roma önkormányzat épületének falait díszítik majd. Nyelvbe tudtuk meg öncsír, meg szállán ugyasztőzsír. 2020-ban a turmalin az év ásványa, amit jellemzően drága kőként használnak az ékszerkészítők. Az év ősmaradványa pedig a megalodon, azaz az óriás cápafog, ami Magyarországon is fellelhető. Pődör György gyűjteményében mindkettőből akad több darab is. Stábunknak, Krizsán Zsuzsának és Vörös Andrásnak megmutatta ezeket, és sok érdekességet mesélt róluk. Minden évben három jelölt közül választhatnak az internetezők évásványát, idén a turmalin kapta a legtöbb szavazatot. Változatos, sokféle formában megjelenő ásvány, melynek egyes darabjai égkő minőségűek. Az egyik legérdekesebb a dinnye turmalin, amely kívül zöld, belül pirosas színezetű, akár a névadó gyümölcs. A turmalin egy rendkívül érdekes drágakőnek minősülő ásvány, bonyolult vegyőszetételekkel, és nehéz, mondjuk úgy, hogy szépen egészben kibányászni, mert elsősorban olyan kvarcitos telérekben fordul elő. A fekete turmalin a leggyakoribb, ezek Magyarországon is, az Alpokban is mindenütt előfordulnak, de nagyon szép rózsaszín változatú, a rubellit, ami már drága kőminőségű, a verdelit. Ugye ezek különböző színben vannak, az egyik az rózsaszín, gyönyörű, átlátszó, a másik zöldes, kékes színben mutatja magát. Mindegyik valamilyen módon szép a maga nemében, mert a fénytöréseit jól ki lehet csiszolásokkal hozni. Sok helyt előfordul, ottól a kvarcit előfordul, tehát azokban a helyekben szinte a Velencei hegységtől a Mátrai, tehát sokfele előfordulhatnak, de nagyon szép, drágakő minőségű, az messze kell azért menni a turmalinét. Brazíliában legszebbekért, a rubelletekért, azok gyönyörűek. A második helyen az apatit, harmadikon a barit végzett a voksoláson, utóbbit adalékanyagként a fémgyártásban használják. Az apatit nálunk nem nagyon ford elő, csak mikroásványként. A barit az igazából nagyon közönséges, mondjuk úgy, hogy ásvány súlypát. Az ipar is használja, de bármely bányáinkban előfordul a barit kristálya. Súlypát nehéz, azt jelenti nehéz kő. Szép táblás kristályai vannak, de vannak ezek az átlátszatlan fehéres, zománszínű, sárgásszínű, aztán gyönyörű átlátszó zöldes, kékes, pirosos változatai, 1001 a lelőhelytől függően színváltó változatai vannak. Az év ősmaradványa 2020-ban a megalodon. Pödör György gyűjteményében egészen nagyméretű darabok is vannak, ezek az Egyesült Államokból valók, a kisebbeket Nyirád és Sümeg környékén gyűjtötte.
Év ős maradványa nekem azért szimpatikus, mert mostanában az ásványok helyett elsősorban a kövületeket, a fosszíliákat gyűjtöm, és mondjuk úgy, hogy egy kedvencem a cápafog, és azon belül a megalodon nyert el az idén az első helyet, helyezést. A megalodon szó az nagy fogat jelent. Azt tudni kell, hogy a halak, amikor a tengerfenéken elpusztulnak, akkor zömében szinte semmivé válnak, csak a foguk marad meg, hogyha cápáról beszélünk. Erős fogzománccal rendelkeznek, és a fogzománc mondjuk úgy az egész fosszilizálódási folyamatban egybe tartja az egészet. A megalodon méretét tekintve, hát mondjuk egy nagy fehér cápát meg kell szorozni hárommal. Tömegét, hosszát, méretét, száját, mindent ide téve. Szinte azt lehetne mondani, hogyha szembe találkoznánk vele, mi csak egy nagy szájat látnánk. Telefoggal, revolver fogazatú, tehát tudja, hogy kiesik a foga, tudja gyorsan pótolni. És ugye pulpaüregben van elhelyezve, ott helyezkedik el a fog, és ha onnan kifordul, akkor a következő már harapásra készen előre tud ugrani. Második helyen a gyapjas orrszarvú végzett, a Vasszécsényi Múzeumban egy állkapocs látható, ami az Ős-Dunából való. Harmadik lett a tengeri liliom, amelynek egy Marokkóban talált nagyméretű lenyomatát kincsként őrzi Pődör György. Nevével ellentétben a tengeri liliom állat volt, csalánozó féle. Itt szárak. Tipikusan Magyarországon csak ennyit lehet maximum gyűjtögetni, meg egy-két ennél gyengébb lenyomatot. Ahogyan megkövült, elpusztult, és a tengerfenéken megkövült, ez úgy látható itt. Gyönyörű, hihetetlen szép. Magyarországon ennél jóval kisebbeket ugyan, de azért lehet találni tengeri liliom kövületeket leginkább a Bakonyban. A 2021-es év ásványa és év fosszíliája 3-3 jelöltjét várhatóan decemberben hirdetik meg. Tusrajz, akrilfestmény, csőszék vagy éppen vasszobor rendhagyó kiállításon mutatkoztak be a Savaria Tendency Art Group művészeti egyesület tagjai és meghívott vendégeik. Üzletek kirakataiba helyezték el az alkotásaikat, amelyek egy rövid belvárosi sétával végignézhetők. Tanai Ibolya összeállítása következik. Az utóbbi hónapokban keretek közé szorult kulturális életnek szimbolikusan és valóságosan is új teret talált a Savaria Tendency Art Group Egyesület, amely kirakat kiállításra invitált a tagjait és néhány vendégművészt. A 2003-ban alakult művészeti csoport 4 éve szervezett először hasonló tárlatot, ezúttal főként azért, hogy kimozdítsa és pozitív energiával töltse fel a közönséget. Akit nehéz megszólítani, ez a közönség, de én úgy gondolom, hogy mindenki ki van éhezve a kultúrára, mindenki ki van éhezve a művészetre, és már most látható, hogy a Facebook oldalos visszajelzésekből, hogy rengeteg az érdeklődő, hogyha már azok az érdeklődők eljönnek és megnézik a kiállításokat, akkor azt hiszem célba értünk. Horváth Soma alpolgármester megnyitójában az egyesület tevékenységét méltatta és hangsúlyozta, szükség van arra, hogy a művészet a hagyományos tereken túl is jelen legyen. Bevallom, hogy amikor a szervezők megkerestek ezzel az eseménnyel kapcsolatosan, utána azon gondolkodtam, hogy mennyire jó, hogy Szombathelyen a közművelődés és a művészet művelődés intézményeken kívül vannak olyan kulturális egyesületek, amelyekben kultúrát kedvelő személyek és művészek összeállnak azért, hogy egy kicsit színesítsék Szombathely kulturális palettáját, vagy éppen a hagyományainkat őrizzék. Ilyen a Savaria Tendency Art Group kulturális egyesület is, amely amellett, hogy kulturális programokat, kiállításokat szervez, most már nagyon régóta, hogyha jól tudom, akkor ugye amellett művészeknek a felkutatásában, vagy azoknak a segítésében is közreműködik itt Szombathelyen. A megnyitót követően az érdeklődők sétára indultak, hogy megnézzék a 9 helyszínen fellelhető alkotásokat. Tétakács Tibor fricskának szánta munkáit, amelyekkel saját korunk visszásságaival szembesít.
Az én munkáim, két kis fricska, mint általában tőlem ez megszokott, egyik egy rozsdás szigonnyal átdöfött aranyhal szobor, ez a No Comment címben van jelen a 9-esnek a kirakatában. Igazából az emberi hülyeségnek a határtalan mennyiségű ösztöze, ami rányílik az emberiségre most, az benne van ebbe a képbe. Tehát nincs több kívánság, gyorsan mindent tegyünk tönkre, tehát egy kicsit ilyen fricska a másiknak. A másik a szombathelyi Anzix, ami semmi nem más, mint volt egy időben egy hónapon, mikor autóval jártam be a főtérre, és mindig 5 percet csúsztam, 6 percet csúsztam, tehát én annyi büntetést kaptam egy hónapon, valamikor egy héten több lett, valamikor egy nap kettőször megbüntettek, mert különböző zónában voltam. Hát mondom, ebből valamit kihozok, és akkor elkezdtem gyűjtögetni ezeket a kis cédulákat, és nagyon szeretem Malevicsnek a munkáit, a 90-es évek elején levő művész, aki egy kockát, fekete kockába belefestett egy fehér négyzetet. Tehát lényegtelen négyzetbe belefestett egy négyzetet, és akkor én ezt megoldottam, úgyhogy egy piros tégla alakú formába ráragasztottam a matricákat, és ez lett a kép, a szombathelyi Anzix. Ez egy ilyen, kicsit ez is egy fricska. Bodorgós András járványra utaló munkája a Covidot nőként megjelenítő két tusrajz. Mahalek Rebeka a Tihanyi művésztelepen készült 5 darabból álló pasztel sorozatából 2 állított ki, míg a hétköznapokban restaurátorként dolgozó Ferenc Eszter absztrakt képeit hozta el, amelyekkel figyelmünket belső világunk felé igyekszik terelni. Én amikor elkezdtem 2014-ben ezzel komolyabban foglalkozni, akkoriban még nagyon erőteljes színeket használtam, és egy nagyon erőteljes ilyen keleties, japános, kaligrafikus hatás volt a festményeken. Ez mostanra már, ugye én is változom, engem is érnek hatások, és egyre inkább egy ilyen letisztultabb, egyszerűbb színvilág, egyszerűbb formavilág felé egy kicsit nem lejjebb vittem a képeket, hanem inkább pont, hogy egy ilyen tisztább, egyszerűbb mondani valóval próbálom őket így ellátni. És tényleg afelé próbálok a képekkel menni, hogy valaki így megáll elé, tehát hogy kicsit elgondolkodjon, kicsit befelé figyeljen, mert tényleg úgy érzem, hogy ez a mai világ, ez annyira sok, túl digitális, iszonyat információ mennyiség ér minket el, és az, hogy ilyen kicsit letisztultabb stílusban próbálom megfogalmazni a gondolataimat, ez szeretném, hogyha másokat is egy kicsit erre sarkan, egy picit így álljunk meg, picit gondolkodjunk el, és kicsit nyugodjunk meg, kicsit forduljunk befelé. Elsősorban akril festményeket készítek, de nagyon szeretek technikákkal kísérletezni, tehát nagyon gyakran egy rusztikusabb struktúrfelületre viszem fel az akril festéket, és nagyon szeretek fényfóliás betéteket beépíteni, de ezt is csak így finoman, tehát diszkrétebben, hogy inkább a színeket vagy a hangulatot egy kicsit emelje. Veres Márton vitéz idén végzett a Képzőművészeti Egyetemen kinetikus vasszobrai játékos kísérletek. Beszterczebányán készítettem egy vasöntőművésztelepen, ez egy nemzetközi vasöntőművésztelep volt, ez 2 darab ilyen kinetikus szobor, egy ilyen egyensúlyjáték, ott próbáltam megragadni mind a kettőben, és ez a Mobilforgács és Néma Ketyegő címre hallgatnak. Ezt a játékosságot próbáltam valahogy belevinni a történetbe. A többi munkámnál inkább már készített hengerített vaslemez, vagy szelvények, tehát különböző vasakból hegesztéssel, marással, vágással konstruálok, tehát ez egy teljesen új kísérlet volt számomra, meg egy nagyon jó lehetőség, hogy ezen a művésztelepen részt vehettem. Ugye itt gyakorlatilag elejétől a végéig a kohóépítéstől elkezdve a vasanyag feltöréséig. Veres Éva ötvös munkái viselhető ékszerek, míg Jenei Ferenc egy szokatlan székkel lepi meg a járókelőket. A csőszék most még kiállítási darab, de később akár termék is válhat belőle, mondja.
ez csak onnét indult, hogy egy széket tervezzek. Aztán, hogy igazából a tervezéshez azért kell több támpont, és nem csak úgy, hogy egy szék. És ez az egyik támpont, ez egy szakma volt. És akkor a szakmák közül elkezdtem gondolkozni, melyik az a szakma, amivel könnyen ki lehet hozni egy széket. És ez lett akkor a vízötékszerelő, mivel a csövei, könyökei pont úgy tudnak hajolni, és olyan méreteket tudok venni, amiből egy szék ki tud jönni. Ugye alapból más csőszéket, ezt ugye kitalálták ezt a formát. Én igazából ezt a gondolatmatot is még hozzácsatoltam. Szántó István rétegelt lemezén szimbólumok sokaságát jeleníti meg. Édesapám volt egy nagyon komoly színműtétje, azért került ez a kórházi ágy, ami igazán egy kórházi vaságy, ami szívlábakon áll. Ennek is megvan a történet, hogy négy szíven áll. Itt egyértelműen ez a szívforma, ami körböleli. Mihály Gábor keleti tusfestéssel készült alkotását tette kirakatba. Kondor Noémi Rohanó világunk apró szépségét örökítette meg fekete-fehér fotóján. A kiállított művek augusztus végéig tekinthetők meg a belvárosi kirakatokban. Még egyszer tehát a mai műsorról. Az elején egy fotó- és filmművészeti pályázatot, a Másképp című pályázatot ajánlottuk a fiatalok figyelmébe. Aztán szó volt a roma alkotótáborról, amely a Herinyiek házában zajlott. A képek tehát, ahogy elhangzott, megtekinthetők, hisz itt maradtak Szombathelyen. Aki Pődör György ásványmúzeumába látogat Vasszécsenybe, az megnézheti a Turmalint és az év ősmaradványát, az óriás cápafogat, és aki pedig augusztus végéig még a főtéren sétálgatna és megnézni a képzőművészeti alkotásokat, amelyet a kirakat kiállítás keretében mutatnak be a művészek, annak azt gondolom garantált lesz az élmény. Köszönöm a figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra! They only desire what they can acquire. Some say the grass grows greener on the other side. Still I know no matter where you go.